A biztonságos közlekedésre nevelést és a közlekedési szabályok betartását már gyermekkorban el kell kezdeni, ezért már 7. alkalommal szervezte meg az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága a Közlekedik a Család vetélkedőt. Az országos verseny döntőjének idén 2 megye, Heves és Borsod adott otthont. A megyei döntőkben élen végzett 20 család itt mérte össze közlekedés ismereti tudását. A közlekedés nevelést már kisgyermekkorban meg kell kezdeni, óvodáskortól kezdve egészen át általános iskola, középiskolaig egymásra építeni ezeket a programokat, majd később felnő a gyerek, akkor egy biztonságosan, tudatosan közlekedő, szabálytisztelő felnőtt váljék belőlük. Ugyanakkor az is célunk, hogy a felnőttek átismételjék ezeket a közlekedési szabályokat. Habis László polgármester a megnyitón azt mondta, kiemelten fontos a közlekedési szabályok betartása, mert mindenkit hazavárnak. A családok éve egy halatlan fontos kezdeményezése kormányzatnak. Sok-sok eleme van. Az egyik eleme az, hogy a közlekedés morál erősödjék, a gyermekekre, a közlekedőkre figyeljünk oda, és hogy a szülők, a családok mutassanak példát a gyermekeknek a felelős magatartásból. Heves megyét Fodor Ferenc és családja képviselte Nagyrédéről. A család fő baleset helyszínelőként és forgalomirányítóként dolgozik, így könnyen vette az akadályokat. Készültünk erősen, tehát mint Kresszből, illetőleg vezetéstechnikából, mint pedig elsősegélyből, mert azokon van a hangsúly. A megnyitó után a családok autós és kerékpáros kressztesztapot töltöttek ki, majd átvették azokat az autókat, amelyekkel teljesíteni kellett az ügyességi feladatokat 7 állomáson. Egerben, Parádon, Gajatetőn, Sirokban, Mezőkövesden, Bükkábrányban és Miskolcon. Ezek olyan feladatok voltak, amivel a hétköznapi életben is találkozhatnak, mint a kerékcsere, a tetőcsomagtartó felhelyezése, a bőröndök elhelyezése figyelve a súlyelosztásra, vagy a járműszerelvénnyel való közlekedés tolatás. A feladatokat a legkevesebb hivaponttal a Vas megyei német család teljesítette, így ők vitték haza a főnyereményt, a személyautót.